Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre ma adását látják. Elsőként nézzük, hogy miről lesz szó mai híradónkban. Turisztikai fejlesztés beszámolót tartott az országgyűlési képviselő. Elsőprő siker, 5 csillagos minősítést kapott a V8. Jótékonysági koncert, fogyatékos gyermekek javára gyűjtenek Dunabogdányban. Az elkövetkezendő időszakban Szentendre és térsége jelentős turisztikai fejlesztésben részesül. Hatházi Sándor országgyűlési képviselő ezen kívül 3 közelgő program indulásáról is beszámolt szerkesztőségünknek. Fejlesztések szempontjából változásokra számíthatunk Szentendrén és környékén. Több program áll előkészítés alatt, amelyek közül az országgyűlési képviselő néhányat kiemelt. A kormányzat helyre tette a turisztikai desztináció kérdését. Emlékezzünk még, a 90-es évek, én még emlékszem rá, 90-es évekre, amikor még volt a Dunakanyar Intéző Bizottság, és akkor nem csupán a Duna mentén lévő települések turisztikai fejlesztését koordinálta ez az intézőbizottság, hanem például Dorog és más térségek is hozzátartoztak, a Börzsöny teljes egészen hozzátartozott, de ezt valamilyen oknál fogva egyszer szépen megszüntették, szép csendben egyébként kivéreztették, és elkezdték azt mondani, hogy lényegében a Dunakanyar örüljön annak, hogy Budapest közelében van, és a Budapest desztináció majd fogja kezelni a dunakanyari érdekeket és problémákat is. Hát természetesen ez nem történt meg. Most a kormányzat felismerte, hogy ez nem jó, nem helyes, és újból vissza fogja állítani a Dunakanyar kiemelt turisztikai régiót, és ennek a régiónak nem csak nevet ad, hanem tartalommal is meg fogja tölteni, és egy körülbelül 70 milliárd forintos fejlesztési programot készített elő, amely a kormány elé kerülve egy pozitív döntés után lassan a megvalósítás felé halad. A Dunakanyar turisztikai régiót 70 település alkotja. A legfőbb cél ennek az átfogó, komplex fejlesztése. Néhány dolgot szeretnék azért kiemelni ezek közül, mivel a Szentendre TV-t vendége vagyok, ezért elsősorban a szentendrei típusú kérdések kerülnek előtérbe. Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy a Dunakorzó rendezése megtörténik. Elkészült az árvédelmi töltés, egy nagyon komoly átfogó fejlesztés eredményeként, azonban az akkori pályázati lehetőségek csak és kizárólag az árvédelmi szempontok figyelembevételét tették lehetővé, és egyéb településfejlesztési célokat nem engedtek befogadni. Most a második, nevezzük ezt második ütemnek, és a második ütemben kapja meg a Dunakorzó azokat a szépségjegyeket, ruhákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban turisztikai szerepet töltsön be. Mik ezek? Sétány, parkok, köztéri bútorok, növényzettelepítés és olyan turisztikai egységek kialakítása a Duna felületén, amelyek egyértelműen turizmus érdekei szolgálják. Szentendrén több épület is műemlékként van nyilvántartva, ami az átlagnál nagyobb előkészületet kíván a felújítást illetően. A másik rendkívül fontos tétel az, hogy Szentendre történelmi városképe nagyon rossz állapotban van. Az épületek, ugye régiek, idősek műemléki védettséget élveznek. Ebből adódik, hogy ennek a felújítása, karbantartása sokkal több forrást igényel, mint egy átlagos épületnek a karbantartása. Most ennek a városképnek a felújítása fog megtörténni, amely egyértelműen rendkívül pozitív hatást fog gyakorolni Szentendre arculatára, turisztikai fogadóképességére. A következő a szentendrei képtárnak a rendbetétele, ez is egy durván 2 milliárdos tétel lesz, amely végre azt fogja eredményezni, hogy a szentendrei alkotók, művészek
képei, szobrai meg méltó helyet fognak kapni, és egy hosszú távú megoldásban tudunk gondolkodni. A program fontos részét képzi, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum továbbfejlesztése is megvalósul a közeljövőben, mintegy 1 milliárd forintból. Szentendre hát sok milliárd forintos fejlesztést fog kapni ezeknek köszönhetően. Nagy hangsúlyt fektet a kormány a turisztikai attrakció megvalósítására, illetve a turisztikai szereplők együttműködését kívánják fejleszteni, elősegíteni egy olyan szervezet létrehozásával és működtetésével, amelyben mindenki megtalálja a magának való helyet, mondta Hatházi Sándor, országgyűlési képviselő. Tegnap délután dr. Máriás képzőművész író nyitotta meg az Art Capitalt Szentendrén. A Ferenci Múzeumi Centrum rendezvény sorozatán 14 kiállítással, 66 programmal várják a látogatókat. Idén a programok az otthon és otthontalanság témaköré épülnek. A város több pontján irodalmi beszélgetések, tárlatvezetések, igazi különlegességek várják az érdeklődőket, amiket az olyan aktualitások, mint a migrációs helyzet hívtak életre. Elkezdődtek az edzések a Pink Panthers akrobatikus rock'n'roll tánc csoport egyesületnél. Több kategóriában és helyszínen várják a táncosokat az edzők, akik a versenyzőkkel már az őszi szezonra készülnek. Nem telt eseménytelenül a nyár a Pink Panthers akrobatikus rock'n'roll táncsport egyesületnél. Táborok sokasága várta a fiatal táncosokat, nem csak Szentendrén, de a környék több településén is. A sikeres tavaszi idény után ősszel is szeretnének eredményesek lenni, így már a nyár végén elkezdődött a felkészülés a versenyekre. Szeptemberben elindultak a már megszokott edzések is. Kezdő tanfolyamot indítunk az összes helyszínünkön, ahol vagyunk jelen. Ugye a Szentendre TV nézőit főképp Szentendre érdekelheti. Szentendrén én tanítok, 4 iskolában vagyok jelen, mind a 4 iskolában, a Barcsaiban, a Szent Andrásban, az Izbégiben és Rákócziban indítok kezdőtanfolyamot, úgyhogy megtalálhatják az iskolákban a plakátokat, találkozhatnak velünk a gyerekek a nagy szünetekben, fellépéseket viszünk minden helyszínre, a legügyesebb versenyző párosaink lépnek fel, általában nagy siker szokta övezni az ő fellépéseiket, úgyhogy ővelük lehet találkozni, szórólapokat tudunk ekkor adni, ami rajta van az időpontja a kezdő óráknak, ezeket heti 2-szer tartjuk 60 percekben, és hát készítjük a jövő generációját a versenyzésre. Alapvetően az utánpótlás az a mi célközönségünk. Az akrobatikus rock'n'rollt, hogyha valaki magas szinten szeretné űzni, azt érdemes korán elkezdeni. Tehát az alsó tagozatban, aki nem kezdi el, ott már nehézkes a későbbi kategóriában való résztvétel és sikerek elérése, de természetesen bárki csatlakozhat, tehát felső tagozatosok is szoktak jönni, ők általában a hobbitáncnál maradnak meg, mivel persze semmi probléma, lényeg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és egészségesek legyenek. Több házi versennyel is készül az egyesület, akik egy nagyobb megmérettetés rendezési jogát is elnyerték. A versenytáncosoknak másfél percük van arra, hogy bemutassák a hónapok óta gyakorolt produkciót, amiben kötelező és akrobatikus elemek egyaránt vannak. Az egyesület egyik fiatal versenyzőpárosa a közeljövőben egy nemzetközi versenyen méri össze tudását 20 nemzet 80 párosával. Mióta táncoltok együtt? Hát olyan még egy éves sincs, szóval egy január óta. És mennyire szoktatok össze ez alatt az idő alatt? Hát nagyon összeszoktunk, én nagyon szeretem Kristófot, jó is vele táncolni. Te hogy érzed ezt a közös munkát? Nagyon jól összeszoktunk ez az idő alatt. Folyamatosan lehet csatlakozni a táncosokhoz, akik több szentendrei iskolában is tartanak bemutatókat, hogy elkezdődhessenek az edzések az őszi idényben. Jótékonysági koncert lesz az Őrbottyányi otthonban élő fogyatékos gyermekek javára Dunabogdányban ma este 8 órától a rendezvény téren, ahol fellép a Balkán Fanatik. A zenekar vezetője Híradónak elmondta, hogy évente több jótékonysági koncerten is részt vesznek.
A jótékonysági koncertet, majd a motoros túrát a White Angels motoros klub szervezi meg Duna Bogdányban este 8 órától. Az est fellépője a Balkán Fanatik, előzenekara 10 perc szünet lesz. Mi egy évben általában 3 segélykoncertet szoktunk adni az országba, rászoruló gyerekek javára többnyire, és most is ez alkalommal ugyanez lesz Duna Bogdányban, ahol fellépünk, ez egy motoros találkozó. A koncert bevételével az Őrbottyáni otthonban élő sérült gyermekeket támogatják a White Angels motoros klub tagjai, akik másnap 13 órakor indulnak motorjaikkal az otthonba, ahol átadják az adományt a rászorulóknak. Este 8-kor fogunk fellépni, lesz egy előzenekarunk is, és este 8-tól talán remélem, hogy 9 vagy fél 10-ig fogunk egy koncertet adni. Lepés Gábor és Jorgos több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve Balkán Fanatik néven egyesítik zenei elképzeléseiket. Az együttes mindkét tagja számára rendkívül fontos a jótékonysági koncerteken való megjelenés. Tulajdonképpen mi már egy jó ideje kárpát-medencei magyar ajkú népdalokkal foglalkozunk, és ezeknek a daloknak a megszólaltatása lesz este. Szerintem az összes olyan melódia meg fog szólalni, vagy dallam, amit nagyon szeretnek, mert tulajdonképpen ettől is sikeres a zenekar, hogy az emberek tudnak azonosulni a zenekarral, a dalok, ami a legfontosabb, hogy a dalokkal tudnak azonosulni, és ez nagyon nagy örömet okoz nekik. Mindent el fogunk játszani. A Balkán Fanatik jelenleg turnézik. A rajongók Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, most hétvégén pedig Kínában találkozhatnak velük. Még februárban rendeztek itt először egy hatalmas nagy farsangfesztivált, amiben mi voltunk az egyik fő produkció, úgyhogy itt már a patronokat előttük az év elején. Remélem, hogy jövőre megint meghívnak. Jorgos szentendrei lakosként mindig nagy örömmel tesz eleget a helyi meghívásoknak, és reméli, hogy egyre több alkalommal jön megkeresés Szentendréről is. A Vizes 8-as lett az év fürdője verseny egyik győztese. A Vizes 8-as Uszoda és Szabadidő Központ nyerte a legkisebb fürdők kategóriáját az idén. Közel 200 fürdő versengett a 3 kitüntető címért. A V8 ezúttal elsőprő sikert aratott a legkisebb fürdők kategóriájában. Városunk uszodája Magyarországon elsőként kapta meg a Magyar Fürdőszövetség 5 csillagos minősítését. Az év fürdője címet a Hajdú-Szoboszlói fürdő nyerte, az év feltörekvő fürdője kategóriában pedig egy demjéni termál győzött. Végül a várható időjárásról. Hétvégén sok napsütésre számíthatunk, délkeleten délután felhősödéssel. Egy-egy zápor, zivatar inkább csak keleten fordul elő. 25 és 29 fok közé melegszik a levegő. Köszönjük mindenkinek, aki a Szentendre éjjel-nappal nyitva a hétvégi fesztiválon nyitott stúdiónknál kitöltötte a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. A mai nyertesünk a TVS 013-as sorszámú szelvény tulajdonosa, akinek nyereménye családi belépő a Ferenci Múzeumi Centrum családi napjára, amelyet 48 órán belül szerkesztőségünkben vehet át. Ez volt már a Híradó, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan Művészváros című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért pedig keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat. De mint már megszokhatták, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!